Ez a Nyíregyházi Televízió híradója 2022. december 20-án este 7 órától. Kezdünk! Turisztika. A hazai turizmus jelenlegi helyzetét értékelték. Megújul a bekötőút Rozsrét-Szőlőnél. Geopolitika a 21. században. Szakmai rendezvénnyel nyit az MCC Nyíregyházán. Híradó a Nyíregyházi Televízióban. Jó estét kívánok! A hazai turizmus jelenlegi helyzetét értékelték a Nyíri Mezőség turisztikai kiállítás és rócsú nyitó rendezvényén. A megyeszék helyi jó számokat produkált 2022-ben, a Tokaj-Nyíregyháza turisztikai térségben pedig több mint 400 ezer vendég közel 2 millió vendégészakát töltött az év első 11 hónapjában. Nagy munkát kezdtek el Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében annak érdekében, hogy a helyi turisztikai értékekre felhívják a figyelmet. A megye turizmus szempontjából még nem egy kellő mértékben felfedezett része Magyarországnak, ezen igyekszik javítani a jelenlegi és sok más topos pályázat, mondta köszöntőjében Sesták Oszkár, a megyei közgyűlés elnöke. A mostani programban egy olyan részt tárnak fel a szakemberek, amely talán még a szatmári és beregi térséghez viszonyítva is kevésbé felfedezett. Mindjárt kezdjük a megye egyik névadó településével, Szabolcs községgel, amely hát történelmi múltját tekintve a megyében nem kell bemutatni, de máshol talán igen. Éppen képviselő munkájának köszönhetően is történelmi emlékhely rangot nyert el, jövőre stélét is felállítanak ott, és azt gondolom, hogy ez egy fontos hívó gondolata lehet ennek a térségnek. A másik ugye a Tiszadopi Andrássy kastély, amelyet még a megyei önkormányzat tulajdonában álló műemléképületként kezdtünk el felújítani egy ROP-os regionális operatív programos pályázatból, és most továbbfejlesztik nagy örömünkre a belső tereit, a parkot, partert tovább építik, amelyet Tiszadopi Andrássy kastély ugyancsak egy fontos, talán emblematikus épülete a megyének. A Nyíri Mezőség turisztikai kiállítás és rócsó nyitó rendezvényen dr. Vinnai Győző kiemelte, Nyíregyháza és a tiszamenti települések néhány éve felkerültek a turisztikai térképre. Az országgyűlési képviselő a pályázat kapcsán elmondta, 2016-ban volt egy átgondolt koncepciója a megyének, ennek része volt például a Tokajt és Nyíregyházát összekötő kerékpárút. Ennek sikere megkérdőjelezhetetlen az átadása óta. Egy másik lépés volt a turisztikai attrakció fejlesztése a megye különböző részein. Jött még egy lépés, amikor Nyíregyháza és Tokaj kiemelt turisztikai övezet lesz. Ha jól emlékszem, 3 évvel ezelőtt kormány rendeletben nyilvánította ezt ki, és ebből a választókerületből, ahol én egyéni országgyűlési képviselő vagyok, 9 település ide tartozik, mármint a Tokaj és Nyíregyháza kiemelt turisztikai övezethez. Ugye Nyíregyházán kívül Tiszadob, Tiszadada, Tiszalök, Tiszavasvári, Rakamaz, Szabolcs, Balsa és Gávalencselő. Ez a 9 település, amelynek jelentős része a Nyíri mezőséghez tartozik, és ennek a programnak, amelynek most nyitó roadshow-ján vagyunk, gyakorlatilag egy óriási indulást adott, hogy a tiszamenti települések fejleszthették mondjuk a Szabad strandot, Tiszadobon és Tiszadadán, Tiszalökön a strandot, az egy jó sikerült, kiemelkedő zászlós hajója volt ennek a programpontnak, és most van befejezés alatt a Tomori kúria átépítése, amely Szabolcson lesz egy látogatóközpont. Nyíregyháza a turizmus szempontjából rengeteget fejlődött, új szálláshelyek épültek, gasztronómiai rendezvényeket kínál a Sóstói Múzeumfalu, kiépült a belvárosi kulturális negyed, így a megyeszékhely jó példával szolgál mások számára is. A Tokaj-Nyíregyháza turisztikai térségben 2022 első 11 hónapjában több mint 400 ezer vendég, közel 2 millió vendégészakát töltött. Ez 21,4%-kal haladja meg az előző év hasonló időszakának adatait. A Magyar Turisztikai Ügynökség szakmai igazgatója a hazai ágazat aktuális helyzetéről beszélt előadásában. A nyári hónapok voltak a legforgalmasabb időszakok. Az éves vendégforgalom 78%-át hazai turisták adták. Nyíregyházán 22. november végéig, tehát
149 ezer vendég, 406 ezer vendégi szakát regisztrált. Ez a térség vendégforgalmának 42%-a. A szálláshelyek árbevétele 5,2 milliárd volt, ebből 3,1 milliárd volt a szállásdíjbevétel. Egy szoba átlagára 21.500 forint fölött alakult. Ami a jövőt illeti, az elmúlt időszak során jelentősen változtak, és ma is mondhatjuk, hogy dinamikusan változnak a turizmusban az utazási szokások. Ezt némileg befolyásolta az elmúlt időszakban a háború kiváltotta történések, ugyanakkor a korábbi elemzéseink, a korábbi tapasztalataink, a rendelkezésre álló előfoglalási adatok és a gazdasági folyamatok alapján az MTÜ mindig elkészíti azokat a trendeket, amelyeket jósol erre az évre, bár már csak 2 hét van hátra körülbelül ebbe az évre, de mégis azt gondolhatjuk, hogy ez prognózis. Azt tippeljük, azt gondoljuk és azt becsüljük, hogy 37-es millió körül lesz a vendégi szakászám ebben az évben. Kontextusba helyezve ezt, ez azt jelenti, hogy a tavalyi évben 29 millió volt, a rekord év 2019-ben pedig ez 42 millió volt, úgyhogy azt gondolom, hogy jó számokat tudunk mutatni ebbe a tekintetben. Az előadások között a turizmusfejlesztés lehetőségeiről is hallottak az érdeklődők a V4 térségben, megismerték Szabolcs települést, mint történelmi emlékhelyet, valamint a civil szervezetek jelentőségét is vizsgálták a turisztikai és kulturális értékteremtés szempontjából. Ha turisztikailag felfedezik a térséget, akkor nem csupán az ágazat fejlődhet, hanem különböző befektetők is érkezhetnek ide. Így a projekt ebből a szempontból is kiemelt jelentőségű lehet az itt élők számára. Több mint 80%-os készültségű az az útfejlesztés, amely keretében kiszélesítették és felújították a Rozsét szülői bekötő utat. Ez a szakasz a déli ipari park irányába halad, a 4-es főút felől erről könnyen megközelíthetőek az ott működő gyárak telephelyei. A felújítás fontos az árukiszolgálás és az árumozgatás szempontjából, valamint a térség lakóinak mindennapi mobilitásában is. A tervezett ütemben halad a Rozsét szőlő bekötő út felújítása című projekt kivitelezése. A munkálatok állását december 19-én Vasné Harman Gyöngyi, a városrész önkormányzati képviselője sajtótájékoztatóval egybekötött helyszíni bejáráson tekintette meg. Nyíregyháza megyei város önkormányzata 600 millió forintos vissza nem térítendő támogatást nyert, ebből a top forrásból tudják korszerűsíteni a szakaszt. Gépek dolgoztak a helyszínen hétfőn délután is. A területet már átadták a téli üzemeltetés számára, azonban néhány apró simítást még elvégeznek a kivitelezők. A közlekedők jövő év elejétől vehetik birtokba majd a felújított bekötőt, a benzinkúttól kezdve a körforgalom végéig korszerűsítették a burkolatot, és elkészültek a csapadék elvezető árkok is. Ezt az utat az önkormányzat pályázaton nyerte, mintegy 600 millió forintba kerül, majdnem 1 kilométeres útszakaszról beszélünk. Ez az út most 80%-os készültségben van. Az aszfaltozás, a felfestések és a forgalomtechnikai eszközök már most mind készen vannak. 2022. december 15-ével átadják a NyírVV Nonprofit Kft.-nek téli üzemeltetésre, és majd 2023 tavaszán fogják a fennmaradó, elmaradt munkálatokat befejezni. Ezek már csak a meder, az útszélén található vízelvezető árkoknak a burkolása és a humusznak a lerakása lesz. A felújítással megvalósul az út szabványosítása és a pályaszerkezet megerősítése is. Erre pedig azért volt szükség, mert mint ismert, ezen az útszakaszon jelentős az árukiszolgálást és árumozgatást lebonyolító gépjármű forgalom, valamint a munkaerő forgalom a déli ipari park miatt. Emiatt pedig elengedhetetlenné vált az útburkolat teljes körű felújítása, szabványosítása és megerősítése is. Az emberek már nagyon várták, hogy elkészüljön ez az útszakasz, hiszen az ipari parkkal együtt járó nagy forgalom, a kamionok, a teherautók eléggé balesetveszélyessé tették az itt lakóknak a közlekedését. Ezen az útszakaszon több vállalkozás is működik, ezeknek szintén nagy a forgalma, úgyhogy most, hogy megvalósult ez a beruházás, nagyon nagy öröm az itt lakóknak, bízunk benne, hogy sokkal biztonságosabban fognak tudni most már közlekedni. A munkálatok jelenleg több mint 80%-os készültségi fokon állnak, a téli üzem lejárta után jövő tavasszal pedig teljesen be is fejeződnek.
Az idei tanévtől már Nyíregyházán is várja a tehetséges fiatalokat az immáron 26 éve működő Matthias Corvinus Kollégium. A szeptembertől 6000 diákot számláló intézmény remek lehetőséget biztosít ahhoz, hogy a legkiemelkedőbb tanulók még jobban elmélyíthessék tudásukat és kihasználják a bennük lévő rejtett lehetőségeket. Az MTT Nyíregyházi képviselete szakmai rendezvénnyel egybekötött megnyitót tartott. A megnyitó eseményen részt vett Jászai Menyhelt alpolgármester is, aki örömét fejezte ki, hogy Nyíregyháza lett az egyik helyszíne az MCC-nek, hiszen a városvezetés is mindig fontosnak tartotta, hogy a fiatalok tehetséggondozása helyben is megvalósulhasson. Szeptemberben indult a fiatal tehetségprogram általános iskolások részére, illetve a középiskolás program. Ezáltal a nyíregyházi, sőt a megyebeli fiatalok egy Kárpát-medencei hálózatba kapcsolódhatnak be, ahol gyakorlatilag egy tehetséggondozás történik, és e-learning keretében a középiskolások például képezhetik magukat, de vannak hetente különböző szakmai délutánok, és hétvégén pedig a Debreceni Regionális Központban vannak szakmai előadások. Tehát egy nagyon jól felépített tehetséggondozó rendszerről beszélhetünk, amely mindenképpen segíti a gyerekeknek az egyéni előrejutását, de hát ez egy nemzeti stratégiai ügy is, én úgy érzem. Nyíregyház számára nyilván nagyon fontos az, hogy a 15 magyarországi központ közül az egyik Nyíregyházán működik, és így valóban bekapcsolja ebbe a tehetségházatba a megyénk, illetve Nyíregyházán fiatalokat. Közismert, hogy Nyíregyháza a tehetségbarát önkormányzat díjat kapott, nem véletlenül, hiszen nagyon sok olyan programunk van, ami a fiatalokat szolgálja. Én azt gondolom, hogy a Matthias Corvinus Kollégium és a Nyíregyházi önkormányzatnak a szolgáltatása és programja nagyon jól kiegészítik egymást, és nagyon jól együtt fogunk dolgozni a jövőben. A Matthias Corvinus Kollégium tehetséggondozó intézmény Kárpát-medence szerte nyújt a hagyományos iskolarendszeren túlmutató, ingyenes, társadalmilag hasznos, közösségi célokat szolgáló képzéseket az általános és középiskolás korú fiataloktól kezdve egészen a felsőoktatásban tanuló vagy már diplomás korosztályig. Ez nem csak a diákoknak lesz jó, tehát nem csak azoknak az általános iskolás és középiskolás fiataloknak, akik a központ beiratkozott hallgatói, hanem a szüleik, a kollégák, de mondhatom azt, hogy a város minden polgára élvezheti majd az MCC központ előnyeit, ahol a képzések mellett rengeteg érdekes előadást, konferenciát, kerekasztal beszélgetést hallgathatnak, amely a város minden lakosa előtt nyitott lesz. Jelenleg 15 magyarországi és összesen 24 kárpát-medencei helyszínen van jelen az MCC. A 15 központ egyike került Nyíregyházára, az első tanévben pedig már 60 gyerekbe is iratkozott, de az összlétszám a tervek szerint eléri majd a 200 főt is. Demkó Attila biztonságpolitikai szakértő, az MCC geopolitikai műhely vezetője a kerekasztal beszélgetés témájára utalt, ami ezúttal az ukrán háború, valamint a migráns helyzet volt. Nagyon vigyáz a magyar kormányzat is arra, hogy ne keveredjen bele a háborúba, maradjunk minél távolabb a háborútól, de közvetlen hatások is vannak. Tehát ha valahol, akkor itt Szabolcs-Szatmár-Bereg megyébe jön be a legtöbb menekült, itt kellett a legtöbb energiát fordítani a határ őrzésére, ugye katonák is kint vannak, határőrség meg van erősítve, tehát számos olyan feladat van, ami közvetlenül érinti a megyét, az önök életét. Még március végén jelentették be, hogy a 2022-es tanévtől már Nyíregyházán is elérhetővé válik a Matthias Corvinus Kollégium képzése a Kálvin téri épületben, most pedig szakmai rendezvénnyel hivatalosan is megnyitották. Adomány a gyermekosztálynak, modern televíziók kerültek a kórtermekbe és a közösségi terekbe. Mindjárt jönnek a részletek, de előtte nézzük a nap további híreit. Két személyautó ütközött az Orosi úton, a helyszínen a rendőrök intézkedtek, a balesetben nem sérült meg senki. Szintén koccanásos baleset történt a Szegfi utcánál, itt sem történt személyi sérülés, a rendőrség intézkedett a helyszínen. Kedre virradóra a Széchenyi utca egyik üzletének bejárati ajtaját törték be idegenek, a rongálás elkövetőjét a rendőrség keresi. Több teherautó is elakadt kedden a Mikecz-Kelemen utca végénél áruszállítás közben, a járművek műszaki mentés segítségével tudták csak elhagyni a helyszínt. A Józsa András Oktatókórház gyermekosztályának 500 000 forint értékben adományozott modern televíziókat a Királyi Vendéglátás és a Dohányvidám Park. A felajánlás a gyermekosztály kórtermeiben és közösségi tereiben biztosítja majd, hogy a lehetőségekhez mérten megkönnyítsék a beteg gyermekek kórházban eltöltött idejét.
A királyi vendéglátás és a Dohányvidám Park 500 ezer forint értékben 8 darab Full HD LED televízió felajánlásával lepte meg a Józsa András Oktatókórház gyermekosztályát karácsony közelettével. A televíziók a kórtermekben és a közösségi terekben fognak jó szolgálatot tenni, a lehetőségekhez mérten megkönnyítve a beteg gyermekek kórházban töltött idejét. A felajánlók nem először határoztak úgy, hogy közös erővel nyújtanak támogatást, a korábbi években rászoruló családokhoz juttattak el élelmiszercsomagokat, idén pedig a beteg gyermekek megsegítése volt a cél. Előző években is volt már ilyen akciónk, közösen a Dohányvidám Parkkal. A Dohányvidám Park üzemelteti az óriás kereket fel most Nyíregyházán a Kossuth téren a karácsonyi forgatag ideje alatt, mi pedig a király vendéglátása vagyunk már közel 20 éve minden nyíregyházi forgatagban. És azt valljuk egyébként, hogy amíg kalapból kiveszünk, abba szeretünk be is tenni vissza. És mert nekünk Nyíregyháza nagyon sokat adott, mi nyíregyházi lakosok vagyunk, és több vendéglátó egységünk van Nyíregyházán, és ugye kapunk lehetőséget a várostól, így szeretünk vissza is adni a városnak. A tavalyi évben a nagycsáros egysörtét kerestük meg, és több nagycsárosnak sikerült adni élelmiszercsomót, illetve karácsonyi fának való fenyőfát. Az idén pedig felmerült, hogy akkor mivel kellene így megajándékozni a rászorulókat, és akkor így merült fel az, hogy akkor a nyíregyházi kórház számára szeretnénk adományt nyújtani, és akkor a gyerekosztályt megkerestük egy kedves ismerősünkön keresztül. Ők pedig az igényt felmérték, és azt mondták, hogy jó lenne, hogyha televíziók jönnének be, mert több terembe is, illetve foglalkoztató termekbe is szükséges lenne televízió gyerekek számára. Így azt a keretet, amit mi közösen a Dohányvidám Parkon megbeszéltük, az a félmilliós keretbe 8 darab televízió fért bele. És keresztény emberként pedig azt vallom, hogy mindenünk, amik van, az Istentől van. És lehetünk így kinyitott karjai Istennek, hogyha ő nem közvetlenül, de akkor rajtunk keresztül tud adni azoknak a számára, akik esetleg rászorulnak. Így gondolom azok a gyerekek, akik bent feküdnek ebbe a kórházba, nekik nagyon nagy öröm lesz az, hogyha a gyerek műsorok vagy egyéb más foglalkoztató műsorok fognak látni ezeken a televíziókon keresztül. Már a tavalyi évben tervezte a királyi vendéglátás és a Dohányvidám Park, hogy valamilyen formában támogatja a Józsa András Oktatókórház gyermekosztályát, ám a pandémiás időszak nehézségei miatt várniuk kellett. Idén felkeresték a kórház vezetőségét, és felmérve a szükségleteket úgy határoztak, modern televíziókat ajánlanak fel a kórtermekbe és a közösségi terekbe. Már a tavalyi évben is fölmerült, hogy fogjuk támogatni a kórházat, de mivel a pandémia véget, nehéz volt még a kontaktteremtés is, ezért inkább az idei évre toltuk ezt a támogatást. Fölkerestük a főorvosurat, és mondta, hogy a tévékre lenne szükség. A játszószobába kapnak egy nagy HD-s tévét, egy nagyon nagy képernyőst, és még 7 szobába el tudnak helyezni valamennyivel kisebb, úgyszintén HD-s modern tévét. A Józsa András Oktatókórház 2015-ben átadott új gyermekosztálya modern körülmények között segíti a gyógyulást, a magas szintű szakmai tudás és minőségi orvosi eszközök mellett azonban az is kiemelten fontos, hogy barátságos környezetben gyógyulhatnak a gyermekek. Minden egyes ilyen esemény azt a célt szolgálja, hogy a bentfekvő gyerekeknek azt a fájdalmát, azt a rossz érzést, hogy a családtól elszakítva kell tölteni a betegségük miatt ezt az időt, azt próbáljuk meg valamelyest enyhíteni, ilyen vagy olyan módon. Úgyhogy a mostani ajándékozás is ezt a célt szolgálja. Van nekünk szerződésünk egy távkábel szolgáltató céggel, több mesecsatornát tudnak nézni a gyerekek, és hát voltak még olyan kórtermeink, ahol még nincsenek megfelelő televíziók, és most kaptuk ezt a 8 televíziót, és ezzel 8 kórtermet fogunk kényelmesebbé tenni, és a gyerekek számára elviselhetőbbek lesznek a körülmények a betegségük itt tartózkodása idején. A televíziókat december 19-én hétfőn adták át a Józsa András Oktatókórház gyermekosztályának, hamarosan pedig elhelyezik őket a kórtermekbe is. Sikeresen szerepelt idén a Spartacus Torna Klub. Az aerobik és torna versenyzők 80 érmet szereztek a hazai és nemzetközi versenyeken. Legutóbb Egyiptomban minden kategóriában győzött az STC.
Egyiptomban, Kairóban rendezték a Fáraó Kupa elnevezésű nemzetközi aerobik versenyt. Két korosztály vett részt a megmérettetésen, egyéni, trió és csapat kategóriában. Hatalmas eredményt értek el a nyíregyházi Spartacus tornaklub lányai, mert mindkét korosztályban minden egység aranyérmet szerzett. Csoda volt tényleg. Versenyben is, pedig a körülmények is. Az egyiptomiak nagyon oda tették magukat. Kísérőkkel, amit kívántunk, mindent megcsináltak, úgyhogy le a kalappal, csodálatos szervezés volt, a gyerekek pedig oda tették magukat. Csak egy adat, hogy UP3-ban 181 egyéni induló volt, UP2-ben 84. Úgyhogy egész Afrika képviselte magát, Európából Portugália és Magyarország vett részt ezen a versenyen. De a versenynek a lebonyolítása úgy nézett ki, hogy tornaverseny is volt, tehát két óriási csarnok volt egymás mellett, az egyik csarnokban ment a torna, a szertorna, férfinői, és a másikba pedig ment az aerobik. Úgyhogy tényleg azt mondom, hogy az egyiptomi szövetség le a kalappal, nagyon komolyat szerveztek. A hétvégén már hazai környezetben tartott évzárót a klub, ahol díjazták a legjobbakat. Volt mit ünnepelni, fennállásának legjobb évét tudhatja a háta mögött a Spartacus tornaklub. A Spartacus tornaklub idén 80 éremmel zárta az idei versenyszezont, 128 versenyzőn versenyzett ezekért az eredményekért, ebből 110 aerobikos lány és 18 fiú tornász versengett a 80 éremért, és részt vettünk hazai és nemzetközi versenyeken egyaránt. A fiú tornászok 9 érmet szereztek, a kadett csoport pedig vidékbajnok lett, és az országos bajnokságon is harmadik helyen végeztek. Az aerobik versenyzők Szlovákiában, Bulgáriában, Portugáliában és Egyiptomban rangos versenyeken is indulhattak. A legnagyobb eredményt Portugáliában érte el a csapat két tagja, Vámosi Viktória Kiara és Révész Valentina, ugyanis ott lehetett a világbajnokságon a Flex HD-vel közös csapat tagjaként, és aranyérmesek lettek. Híradónk végén nézzük főbb híreinket még egyszer, röviden. A hazai turizmus jelenlegi helyzetét értékelték a Nyíri Mezőség turisztikai kiállítás és rócsúnyitó rendezvényén. A megyeszékhely jó számokat produkált 2022-ben, a Tokaj-Nyíregyháza turisztikai térségben pedig több mint 400 ezer vendég, közel 2 millió vendégészakát töltött az év első 11 hónapjában. Több mint 80%-os készültségű az az útfejlesztés, amely keretében kiszélesítették és felújították a Rozsrét szülői bekötő utat. Ez a szakasz a déli ipari park irányába halad, a 4-es főút felől erről könnyen megközelíthetőek az ott működő gyárak telephelyei. A felújítás fontos az árukiszolgálás és az árumozgatás szempontjából, valamint a térség lakóinak mindennapi mobilitásában is. Az idei tanévtől már Nyíregyházán is várja a tehetséges fiatalokat az immáron 26 éve működő Matthias Corvinus Kollégium. A szeptembertől 6000 diákot számláló intézmény remek lehetőséget biztosít ahhoz, hogy a legkiemelkedőbb tanulók még jobban elmélyíthessék tudásukat és kihasználják a bennük lévő rejtett lehetőségeket. Az MCC Nyíregyházi képviselete szakmai rendezvénnyel egybekötött megnyitót tartott. A Nyíregyházi Televízió híradóját látták. Munkatársaim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, további kellemes estét kívánok, viszontlátásra!